dereng az égnek alja már, eloszlik minden éjhárny, kihújnak fent a csillagok, amint a hajnal felragyog. Ágyunkból frissen felkelünk, s már zenél. Valamikor a szemináriumban, ami ugye főiskola ideje alatt, ugye a lelki vezetőnktől, aki egy jezsuita szerzetes volt, hallottam először, hogy milyen fontos az ébredés. Ez, hogy reggel hogyan ébredünk, hogyan szállunk le az ágyról, hogyan kezdjük a napot. Mert hát ez az ébredés pillanata nagyon fontos. És szeretem azt mondani, hogy észreveszem, hogy vagyok, szeretem, hogy egy mély lélegzetvétellel, tehát megteljen a tüdőm levegővel. Na aztán szeretek Isten fele is gondolkodni. Tehát van, amikor a reggeli imám gyorsan, ott még az ágy szélén, ennyi csak, hogy köszönöm, köszönöm. Ennyi. Tehát így szeretek ébredni. Aztán nagyon változatos, hogy indul el a napom. Van olyan napom, amikor az első fontos esemény az a Szent Mise. Tehát most így a keresztények nagy családján belül is, nálunk katolikusoknál ez az eukarisztia és az eukarisztia ünneplése, a Szent Mise, az egy nagyon fontos kapcsolat Istennel. Tehát úgy találkozunk Istennel, hogy szentmisét ünnepelünk. Abban van ige, az már nyitja is a gondolatokat, már egy kicsit tanít. Minden napnak más igéje van. Hát most, ha arra gondolok, hogy reggel az ébredés után fél órával, órával így szól hozzám Isten, és azt mondja, hogyha valaki rólad még meg is feledkezne, én akkor se feledkezem meg rólad. Ezek olyan jó impulzusok, olyan jó lelket érintgető, gyógyító pillanatok. Aztán az eukarisztiában a szent áldozás, tehát az oltár mellett állni papként, és azt a kenyeret, amit az utolsó vacsorán ünnepelt Jézus, ugyanazt a kenyeret kiosztani. Kicsit úgy érzem magam, mondják is, hogy atya, hogy kicsit úgy érzem magam, mint egy apa, aki ételt vesz magához, de ételt ad a gyermekeinek, és akkor ezek már úgy indítják a napot. Aztán, mint ember, jön az étkezés. Most egy héten egyszer-kétszer van olyan, hogy noha én katolikus pap vagyok, és egyedül élek, ezt én így szeretem, tehát nincsenek családtagjaim, de mégis közösségbe reggelizek. És ez egy olyan fontos pillanat, hogy akkor együtt előkészítjük, és akkor megfőzzük hozzá a teát, vagy azt a pár harapnivalót, vagy egy kávét. És akkor az már egyben egyfajta ilyen szervezői beszélgetés is, hogy napközben hogyan telik, hogyan teljen az a nap. Tehát egyben egy ilyen munka megbeszélés is egyben. És akkor elkezdődik a napnak az a bizonyos pörgése, ami hát a legtöbb ember életében megvan. Akik alkalmazottak vagyunk, vagy akik bizonyos ügyeket szolgálunk, vagy lelkesedünk, tehát szeretjük azt, hogy már jókorán reggel akkor neki indulni. Ráadásul az én szolgálatom két irányba mutatkozik, az egyik az itt Marosvásárhelyen a Remete Szent Antal plébániának vagyok a lelkipásztora, másrészt pedig a főegyházmegyei családirodában segítem a főegyházmegyei család ügyeket. Hát az egy nagyon-nagyon fontos figyelmet igényel, időt igényel, egyeztetést igényel. Külön munkacsoporttal dolgozom. Az egy egyházmegyei kiterjedésű, nagyon sokat kell utazni, tehát gyakran vagyok Csíkban, Gyergyóban, most legutóbb Debrecenben adtam lelki gyakorlatokat, előtte Temesváron volt egy ilyen Magyar Egyházmegyék egyeztető tanácsat. Amire próbálok figyelni, ez is így a 40-es forduló után történik velem, hogy azért figyeljek arra oda, hogy pap vagyok. És nem baj, ha arra törekszem, egy kicsit legyek. Tehát, hogy ne engedjem meg magamnak azt, hogy túl gyakran vagyok fáradt. Túl gyakran kell azt mondjam, hogy nincs időm. Túl gyakran van az, hogy
nem vagyok elérhető, hanem ha kevés emberrel is találkozok, de akkor tudjak jelen lenni. Tehát ne elvenni valamit attól az embertől, vagy hiányérzetet hagyni, hanem minél inkább ráhangolódni, megérteni a helyzetét, kérdéseket teszek fel, még jobban megértsem. És ezek azért is fontosak, mert aztán később ezek alakítják az ima életemet, később ezt imádkozom meg. Nálunk papoknál úgy van, hogy a zsolozsmát a kézben tartjuk, a zsolozsma az egy különleges, szép zsoltárima az egyházban, akkor ezek jutnak eszembe. Tehát hol jártam, mit csináltam, mit intézkedtem, hol jártam sikerrel. A kudarcokat is bevinni az imába, az embereket, az arcokat, a betegeket bevinni abba az imába. Az imába bevinni az annyit jelent, hogy ott ülök, van nekem egy ima székem, egy ima zsámolyom, ott ülök, és nem tudom. Tehát mintha, ahogy kell mondjam, hogy mintha beszélgetnék Istennel, és az emberek fölött róluk, az életükről egy kicsit elbeszélgetek Istennel. És akkor panaszkodok, vagy kérek, vagy könyörgök, vagy van úgy, hogy nem is mondok semmit, mert már nincs kedvem, vagy már kiürültem, vagy... Tehát vannak ilyen időszakok is, amikor nem, amikor szavak nélkül. De ott ülök, mert az ima nem más, mint kapcsolat. Akkor is kapcsolat, amikor éppen nem mondunk semmit. Úgy érzem, ez az én hivatásom, hogy én ezeket imádkozzam meg. És ezeket sokszor nem hosszas több órán át, hanem rövid percek. Ott ülök, és most ez van. Uram, ma idáig jutottunk. Na, mit szólsz hozzá? Én nem várom el minden évben, hogy valami újat hozzon a nagybőjt. Mindig az élet gondoskodik arról, hogy a figyelmemet valamire irányítja. Én azt hiszem, a nagybőjt engem abban segít, hogy a csenddel megbarátkozzak, szeressem, életadó csendjeim legyenek, az életemet alakító, formáló csendjeim legyenek, és másokat is erre meg tudjak hívni. Hiszen a nagybőjtnek vannak azért ennél sokkal mélyebb rétegei is, ami érinti az életünkből a szenvedést. Én most nemrég egyet elmélkedtem arról, hogy ez most valami nagyon személyes dolog, a vér. Az egyházban, tehát amikor mondjuk, hogy Krisztus teste és vére, hát van olyan gyermek, hogy nem bírja ezt a szót, tehát, vagy valaki, van olyan ember, vért nem szeret, elájul, tehát ha vért lát. Tehát a vér egy nagyon erős szimbólum, ugye az életnek a szimbóluma, a halálnak is a szimbóluma, éppen ettől erős szimbólum. És szoktuk mondani, hogy Krisztus vére mos meg minket, vagy Krisztus vére, ezek ilyen erős képek, a nagybőjtre jellemző szimbólumok, a nagybőjtnek a nyelvezetéből van. És én most kerültem olyan helyzetbe, hogy a családtagjaim közül volt valaki beteg, és hát látnom kellett, nagyon gyakran kellett látnom, hogy vérzik, hogy vér, vér, vér. A vér, Krisztus vére, tehát valaki, aki értem a vérét adja, tehát ez nekem nagyon-nagyon szép. Egy csomó ember úgy él, hogy valamit kapni akar, tehát valamit megszerezni akar, úgy gondolja, na az, ha megszerzi, milyen jó lesz. És az egyház azt mondja, de valaki a vérét adja, az életét adja, Krisztus a kereszten, az életét, a testét, a lelkét adja, négy szegnek a foglalatában. És akkor ugye nagybőjt azt kérdezi, én, István. Tehát én adom-e, mit adok? Én mit adok? Mert adhatok például az időmből, adhatok a pénzemből, adhatok az ételemből embereknek, szegényeknek, rászorulóknak, éhes embereknek. Adhatok, tehát nagyon sok mindent adhatok. Ez az odaadott élet, ez egy nagyon-nagyon központi gondolata a nagybőjtnek, nem akarok prédikációba átmenni. Én erről elmélkedtem, mert Zsolozsmában volt egy ilyen rész, elmélkedés Krisztus véréről, tehát a vér, ami megment. Ami megmenti az embert, az az odaajándékozott élet. Ez, amiről az előbb beszéltem, hogy annyit menyek, annyit utazok, annyit szolgálok, annyi helyen jelen vagyok. Tehát sokszor ezt érzem, hogy fáradok, de a fáradtságban benne van ez az öröm, hogy a véremet adom, hogy az időmet adom, hogy erre a pénzemet költöm, hogy másoknak jelen legyek, másoknak mondok valamit, életemet, az életemből adok.
Hát Jézus Krisztus Urunk nem azért jött a földre, s a húsvéti misztériumot, az ő szenvedését, halálát és feltámadását nem azért élte át, hogy mindegy szent fesztivál nekünk valami kis műsort adjon, és akkor, hogy ő most ezt nekünk megmutatja, s mi ezt kívülről szemléljük, hanem elmondja, hogy velünk mi történik minden nap. És ezért ez egy állandóan meghívó és egy állandóan tanító központi ünneplés a Szent Háromnap. Na most a nagybőjt végén, a nagy hétnek a záródásában a nagy csütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvét, vasárnap ezt tárja elénk a liturgiában. Tehát nagyon fontos minden mozzanat. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És Isten azt helyezte a szívemre, hogy azt mondjam el, arra hívjam meg önmagamat és titeket, hogy legyek egy az Atyával. Úgy, ahogy Jézus eltelt, és egy maradt mindvégig az Atyával. Hát ezt hogy lehet csinálni? Hát nagy csütörtökből egy mozzanatot emelek ki. Az utolsó vacsorán Jézus, mint családfő, lehajol és kezdi mosni az apostoloknak a lábát. Lábmosás. Hát ez egy nagyon, nagyon fontos kép. És Jézus mondja is, hogy vajon ti megértettétek-e, hogy én most mit mutattam nektek? Hogyha én így tettem, akkor, és megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. És aki nem képes lehajolni egy másik ember előtt, a feleség a férj előtt, férje feleség előtt, szülők a gyermekeik előtt, gyermekek a szülők előtt, ember, kolléga a kolléga előtt nem képes meghajolni, ez jelent alázatot, jelent egy másik ember iránti tiszteletet. Hogy én mosom a lábát, nyilván nem szó szerint kell én most a lábaddal bajlódjak, zoknit cseréljek, vagy ne. Tehát ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy nem feltétlenül a magam kényelmét és a magam igazát keresem, hanem én kész vagyok, én téged úgy elfogadlak, ahogy vagy, sőt, abban támogatlak téged, ami te vagy, a te identitásodban megerősítelek. Anélkül, hogy az én képemre akarnálak formálni. A lábmosás üzenete ez. Mozdulatként egy rutin mozdulat. Mindig az a kérdés, hogy lélekben akkor mi történik. Lélekben akkor mi történik. Ez egyfajta önvizsgálat is, hogy tényleg, tehát tényleg ilyen vagyok, vajon ez most nem álnokság, nem csak egy olyan tényleg, mint egy szent színház, hogy hát itt mosom, de aztán a való életben én erre képtelen vagyok. Nyilván, hogy mindig az ember alázatos kell legyen és őszinte, és van, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül, hogy nem tudom eléggé megmosni mások lábát, mert túl gyors voltam, túl sietős voltam, nem tudtam a figyelmemmel megajándékozni. Aztán van olyan, és ez megtörtént a mi liturgiánkon, hogy ugye a lábmosás pillanatában, tehát hogy valaki, aki ezt átéli, megjeleníti az egyik apostolt, hangosan megszólalt, és a templom csendjében, abban a pillanatban, ahogy a víz ugye ráömlött a lábára, hangosan azt mondta, hogy köszönöm, Uram. Aztán a nagypéntek. A nagypéntekben hát egy mozzanatot emelek ki a liturgiában, ugye van egy pillanat, amikor bevonul a pap, és hát ott kiterül az oltár előtt, oda lefekszik, arccal a földre borul, és imádkozik. Így kezdődik a nagypénteki liturgia. Na most nagypénteknek ez egy döbbenetes csendje, gyász van. Jézus halálának az órája, ennek az emlékezete. És ehhez hozzá kapcsolom persze a kereszt. A kereszt le van borítva egy lepellel, azt folyamatosan, fokozatosan hozzuk be három mozdulatban, lebontjuk a leplet, és az emberek elé, önmagunk elé tárjuk a keresztet.
Jó lesne ott nem látni senkit, de hát az a helyzet, hogy ott van egy embernek a teste, négy szegbe bele van foglalva, és ez a szent, vagyis a nagypénteki liturgiát kezdő mozdulat, arccal a földre borulok, és a keresztnek a felmutatása megint az életemből, az én életemből hoz elő egy pillanatot, amikor ki vagy szolgáltatva. Amikor te szeretnél lábra állni, de nem tudsz. Szeretnél egyedül menni és élvezni és örülni az élet? Nem tudod, csak segítséggel. És nem tudom, még sok ilyen apró mozzanat lehet az életünkben, lelkileg is lehetek ilyen. Hogy fizikailag jól vagyok, de lelkileg teljesen ki vagyok szolgáltatva, és a szomorúság járja át a lelkem. Ez a nagypéntek. Tehát aki ezt tagadja, és azt mondja, bár ne lenne ilyen az élet, vagy nincs is, az hát azt hiszem téved. El fog jönni az a pillanat, amikor lesz. Következik a nagy szombat. Az egyetlen olyan nap, amikor semmi sincs. Egész nap csak legfennebb nyitva van a templom, és nincsen liturgia. Csend van, csend van. Túl vagyunk a kereszthalálon, Jézus a sírban nyugszik. Ez olyan, mint amikor valaki meghal, és akkor az már nem segít, hogy itt mondjuk egymásnak, hogy vigasztalást kívánok, vagy részvétemet nyilvánítom, vagy hát ezek szavak is jelzik, hogy közeledni akarunk egymáshoz. A legmélyebb az a csend. Beburkolózom a csendbe. A csendnek ezt a, ami átsegít, most az életemnek megyek át egy következő nagy fázisába. Ez a csend fog átsegíteni. Eljutni oda, hogy feltámadás. Tehát nem egyből szökünk bele abba, hogy újra feltámad, és újra életben vagyok, és újra már ott vagyok, ahova Isten el akar vezetni, hanem átmegyek ennek a csendjén. Na, én is egy picit így vagyok, hogy a nagy szombat este kezdődő liturgia, ami hát olyan sötétedés után elkezdődik már, hát én azt szeretem látni, nálunk a templomban tényleg sötét van. Tehát ez egy kicsit lehet, hogy félelemkeltő, vagy ritka pillanat, tehát úgy, hogy templom általában tele van, és nem égnek a lámpák. Tehát eléggé érdekes helyzet, tehát sötétben vagyunk. Akkor nagy szombatban először is ugye a tűz szentelése történik, szentelt vízzel megpreckeljük azt az új tüzet, onnan veszünk ki parazsat, azt betesszük a füstölőbe, és az ünneplő menet, a papnak a kísérete, az asszisztencia bevonul a sötét templomba, és akkor ez a háromszor énekelt Krisztus világossága, Krisztus világossága, aztán magasabban, Krisztus világossága, majd végül még magasabban, Krisztus világossága! És erre válaszul a nép, tehát meg vagyunk döbbenve, hogy ilyen is van, tehát hogy a halállal nincs vége mindennek. Annyit tudunk mondani, Istennek legyen hála! Tehát megköszönjük Istennek, hogy... És ez így lesz, ez az én hitvallásom, tehát a halállal nincs vége. Ezt aki így gondolja, én tisztelem a... Én határozottan meg vagyok győződve arról, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Ő már volt oda át, onnan visszajött feltámadásában, és megmondta, hogy én feltámadok és élek, és ti is élni fogtok. Előre megyek, helyet készítek, magammal viszlek, és azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, hogy lássátok a mennyei atya dicsőségét. Hát ha valaki azt mondja, hogy ezt most fordítsam le hétköznapi nyelvre, akkor... Láttam ilyen házasságot, hogy már, mindjárt vége van, mindjárt válnak el, mindjárt nagy a baj, és egyszer csak, nem tudom, külső segítség igénybevételével, vagy a dolgoknak a megbeszélésével, vagy mit tudom én, hogyan átmentek a nagypéntek keresztjén, a nagy szombat csendjén, és megérkeztek a feltámadásba, és egyszer csak elkezdnek ragyogni. Létezik olyan, hogy fogják egymás kezét, még az után is, még mind azok után is, hogy csalódtak, hogy megbántották egymást, hogy megsebezték egymást, és eljön ez az új szakasz, ez a feltámadás. De az életnek ez a ritmusa, ez végig kíséri az életünket. És akkor a feltámadásban benne van az öröm, benne van az ünnep, benne van a találkozás. Megünnepeljük, hogy létezik, ez a nagy átmenet létezik.
és hogy ez a mi életünknek is a része. Ez szerintem ez a létező legnagyobb örömhír. Tehát én, akkor ott állok valakinek az ágyánál, mondjuk a beteg ágyánál, vagy a halálos ágyánál, akkor én tudok erről az örömről beszélni. Hát én a temetésben is látok valami szépet. Miért szóljon csak a gyászról, a keserűségről, az elveszítésről, hanem az is benne van, hogy él. Aki meghalt, az él. Ezt értjük meg, ezt ünnepeljük meg minden húsvétban. Ez nekem a húsvét vasárnapnak, és aztán a hozzá kapcsolódó húsvéti időnek, az öröm útjának az üzenete. Én tanultam az életben valami fontosat, hogy az érzéseink, tehát az érzéseink azok nagyon fontos jelzések. Minden pillanatban van bennünk valamilyen érzés, és a húsvét vasárnaphoz elvben, tehát az kötődne, hogy öröm, és akkor az örömben kellene lenni, és az amikor a nem tudom ki hogyan éli át az örömet, nekem öröm az, hogyha nem tudom, valakivel egy olyan nagyon spontán, akár rövid, akár hosszasabb beszélgetésben voltam, vagy egy jó ünneplésben voltam, akkor olyan öröm tölt el, vagy valami, ami olyan sikerféle, hogy valamit nagyon akartam, és az úgy megvalósult, akkor ez az öröm. De tanultam valamit az életben, hogy a mélyebb valóságok sokszor nem kísérik az érzéseink. Tehát sokszor a húsvétban nem biztos, hogy én húsvét vasárnap mosolyjal az arcomon ünneplek, de ami gondoskodik, hogy a húsvét az húsvét legyen, és az örömről szóljon, és a feltámadásról szóljon, és én azt megsejtsem, megértsem, az a liturgia. Valahogy a húsvétban nekem a liturgia hozza meg, hogy kezdem érteni, hogy ugye van az az evangéliumi rész, hogy hát a feltámadt Krisztus találkozik emberekkel. Ugye Péter, János futnak, meglátják az üres sírt. Hát ezt tessék elképzelni. Most voltunk a temetésen, ide helyeztük be az ő testét, és nincsen ott. Tehát ezt az örömet, hogy megmondta, és úgy lett, és most hisszük, most válik ez igazzá, hogy hát ennek hogy ne lehetne örülni, hogy a halál után van még valami más. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon hiszem. Tehát én nagyon készülök rá, anélkül, hogy én nem szeretnék meghalni. Én szeretem a földi életet, de én nagyon hiszem, én tudom, hogy ez egy bevezetés. Tehát ez olyan, mint egy csodálatos palota, és eddig most én a küszöbig jutottam el, vagy az előszobába jártam eddig. De rengeteg csodálatos meglepetés van még ebben a palotában. Na, ilyen az örök élet, ahova bevezet minket a halálunknak az a bizonyos átmenete. Én így ünneplem meg a húsvétot, és a húsvéthoz kötődő 6-7-es időszak aztán még gondoskodik arról, hogy ezt örömszerűen megüljük. Egész keresztény életemben szerettem azt, hogy alleluja. Nem csak a húsvét vasárnapjában érzem úgy, hogy na, az úgy hatással van rám is, nagyon szép, hanem az egész keresztény életemben egy alapmagatartás, hogy halleluja, dicsérjük együtt az Istent. Istent dicsérni, tehát nem csak kérni tőle, vagy számon kérni, hogy Isten miért enged meg ezt, azt, hanem azt mondani, hogy mégis te alkottad ezt a világot. Én örülök annak, hogy ennek a világnak részese vagyok, hogy az életben részesedtem. Én dicsérlek téged.